nagyon érdekes látvány fogadja azokat, akik most kilátogatnak a Liszói záportározóhoz, hiszen le lett engedve a tó vize, menjünk nyilván vissza az időben egy kicsikét, hiszen ennek nagyon konkrét okai vannak. Igen, hát a legfőbb oka az, hogy a tavaly évben egy hatalmas nagy mennyiségű felhőszakadás történt a településünk környékébe, és a környöttünk lévő dombokról lehordta a hordalékot, tehát maga lemosott egy csomó iszapot, ami lerakódott a tónak a területén, és feltöltötte úgymond hordalékkal a tavat. Ebből kifolyólag ugye a víz befogadó képessége sokkal kisebb lett a víztározónak, és szükségessé vált az azonnali kotrás, illetve maga a gátnak a védművében keletkezett károknak a helyreállítása, és erre kaptunk a kormánytól ugye állami támogatást. Az első olyan fontos folyamat ahhoz, hogy itt bármit is tudjunk csinálni, a víznek a leengedése történt meg az elmúlt napokban, aztán most a tómedelnek a szikkasztása, hogy lehessen majd munkagépekkel bemenni, és még leszikkad itt az egész ár a víz a tóról, addigra remélhetőleg a közbeszerzés lebonyolítása is meg fog történni. Közbeszerzés útján lesz majd a nyertes pályázó kihirdetve, és a pályázatban foglalt műszaki tartalomnak megfelelően lesz a tónak a rehab része megcsinálva, tehát a kotrás a medernek, illetve maga a védműve keletkezett károknak a helyreállítása. Mekkora időintervallumot vesz ez igénybe, hiszen nyilván be van ütemezve mindenfajta munkálat, tehát mi az a határidő, amire az önkormányzat által koordinált munkáknak be kell fejeződni? Hát a pénzelszámolás december 31-ig kell az önkormányzatnak megtörténni. Ebből érthetően az idei év nyár folyamán, amihez a tónak a minősége engedi, tehát maga a, nem is tóról beszélhetünk, hanem a meglévő mederről, úgy ki tud szikkadni, hogy hozzám tudnak fogni a munkálatokhoz, el fog kezdődni ez a nyár folyamán. Hosszú folyamat lesz, hisz elég mekkora mederről van szó. A felelős műszaki ember van, vízügyi műszaki ember fogja az egészet koordinálni, tehát nem az önkormányzat, hanem egy műszaki ember van, aki ezt az egészet összefogja, és nyilván előre láthatólag az év második felében már a kotrás megtörténik, a gátnak a keletkezett károk helyreállítása is meg fog történni, és reméljük, hogy az ősz folyamán már úgy gondolkodhatunk, hogy akár a vizet vissza fel tudjuk fogni a víztározóban. Laikus szemmel is láthatjuk, hogy mintha megélénkült volna az állat, a madárvilág itt a környéken most a leengedés után, illetőleg érdekes dolgok láttak napvilágot a mederből. Igen, tehát mi is, amikor lett engedve a víz, akkor láttuk ugye, hogy az iszap fölött mennyi kagyló itt fölhalmozódott. Ez az évek hosszú folyamán kialakult ugye a tónak a flórájából köszönhető. A szakemberek azt mondják, hogy jó minőségű víz volt valószínűsíthető a tóban, hisz ez folyamatosan volt méregetve természetesen a halászati felügyelőség felé, a vízminőségi ellenőrzés, az is aláigazolta mindig, hogy jó minőségű, de maga az itt maradt kagyló állományban is lehet látni azt. A környező településről a madarak meg ide özönlenek, hisz biztos, hogy maradtak bent olyan részek, ahol még vannak halak, tehát olyan halak, amik nem lehet sajnos lehalászni, illetve az itt maradt kagylókat fogyasztják az állatok. Beszélgetésünk végén pedig hangsúlyozzuk azt, hogy Liszó község számára rendkívül fontos ez a tó, ez a záportározó, hiszen nem csupán a horgászok járnak ide hosszú évek óta, kiránduló hely, egy kiránduló központ lett itt a háborítatlan természetben. Igen, tehát a tó ugye több funkciót tölt be, két funkciót tölt be, az elsősorban legfontosabb, amit betölt, az az árvízvédelmi víztározó funkciója, és a vízjogi létesítés alapján két második funkciója az a jólítító funkció, és nyilván a lakosság is szeret ide kirándulni, a horgászok horgászni rajta, illetve hát a környező településekről is szoktak úgymond jönni kirándulók ide a tóhoz kilátogatni.